Üdvözlök mindenkit! Homárom második világháborús légvédelméről szeretnék beszélni. Igazából a téma, vagy az előadás nem fogja a témák teljes részében letenni. Egy eszközről szeretnék beszélni. Az előadás apropóját az adta, hogy 2021 nyarán, a gyármice 56 előtt közmű árokásása közben előkerült egy flak, egy 2 cm-es flak 38-as légvédelmi gépágyú, amit egyébként Szabó Csaba hozott be a múzeumba. Látszik a képen, hogy mennyire korrodált állapotban volt. A felső képen a lövegcső, az alsó képen pedig a lövegpajzs látható. Ez mellett néhány kisebb alkatrész került elő, amik közül talán az ütőszegekkel még kiemelni. Nézzük is, hogy mi volt ez az eszköz. 1930-ban a Rheinmetall cég kezdte gyártani a Flugelbekanon tükörfordításon, tulajdonképpen a légvédelmi fegyvernek a gyártását, amit 1938-ban a Mauser cég fejlesztett tovább. Az első képen látható ez az eredeti változat, majd ugyanúgy 1938-ban ennek megjelent egy négycsővel ellátott változata, Flakfirling, az pedig a jobboldali képen látható. Harcászattechnikai adatokkal én nem nagyon szeretnék foglalkozni, egy-kettő fontos dolgot azért kiemelnék, ugye említettem az űrméretet, ami 20 mm. Nyilván ez a legkisebb légvédelmi kaliber volt, és pontosan ezért a könnyen kezelhetősége miatt tulajdonképpen az egyik legelterjedtebb légvédelmi eszközé vált, és a második világháború végére a németek által használt, legtöbbet legyártott légvédelmi eszközről van szó. Sárgával egyébként a négycsővű változatnak az adatait jelöltem. Ennek a hatásos lőtávolsága 2200 méter, az elméleti tűzgyorsasága az 1800 lövés per perc, amit egy 20 töltény befogadására képes tár tudta biztosítani, ezzel a tárral minden cső el volt látva. Az oldalirányzása 360 fokban történt, ami nyilván egy elég jól használható eszközé tette. Na most nem tüzérségi eszközről beszélünk ugyan, de a háború elejére tulajdonképpen nem csak légvédelmi célokra használták, a minden gyalogos Wehrmacht hadosztály 12 darab flak 38-as vagy 30-as légvédelmi ágyúval felszereltek. Ez miatt a gyalogság is páncélelhárító eszközként tudta használni. Alapvetően a képen látható módon vontatványon történt a szállítás, egyen kétkerekű vontatványon, de a későbbiek során teherautók platójára, illetve lánctalpas egységekre is szerelték, aminek köszönhetően önjáró lövegként is tudott funkcionálni, illetve a haditengerészet is alkalmazta a későbbiekben. 2022-ben megtörtént ennek a lövegnek a restaurálása, mármint a két fő darabjának a restaurálása. Szerencsére, mármint nem a kezelők szempontjából szerencsére, hanem a mi szempontunkból szerencsére úgy érte a találat, hogy a zárrészt, illetve a tartó szerkezetet lőtték ki, aminek következtében tulajdonképpen a cső csak lerobbant a tartószerkezetről, illetve a valószínűsíthetően a zár rész az lenyitott állapotban volt. Általában, hogyha ilyen löveget találnak,
egyes hadszereken, akkor a cső az nem marad meg ilyen állapotban, pontosan azért, mert a legtöbb esetben felcsukott állapotban van, és a nyomás az szétrepesztette volna. Itt viszont vagy lövés, vagy karbantartás közben kaphatott találatot, hát az első a valószínű. A csőfarban a lövegcső és a csőfar az ég maradt, illetve a húzagolás az jól kivehető a csőben. A pajzs tartószerkezetén pedig restaurálás közben a 289-es szám vált láthatóvá, ez valószínűleg valami egyedi jelzés lehet. Miért is volt szükség Komárom környékén légvédelmi eszközök használatára? Komárom ugye a Duna mentén helyezkedik el, éppen az egyesített Komárom látható. A Duna jelentette a központi hatalmak fő utánpótlási vízi útvonalát, illetve ha megnézzük még az infrastruktúrális fontosságát, Erzsébet híd, a Közúti híd, illetve a Vasúti híd itt található, illetve a déli oldalon a Bécs-Budapest vasútvonal, illetve a településtől keletre lévő Szőnyi és az almásvízipari olajfinomító jelentettek egy elsődleges célpontot. Ennek köszönhetően Magyarországot ugye légókörzetekre osztották, légvédelmi, légoltalmi körzetekre, Komárom a győri körzetbe került, ezt tulajdonképpen ugye a riadóztatások, illetve a romok eltakarítására alakult. Milyen támadások érték Komáromot? Ezt a témát Rabi Lelüke elég részletesen feldolgozta, úgyhogy én csak néhány dolgot említenék meg. Elsősorban ugye légifelderítéssel kezdődtek a hadműveletek 1943. decemberében. Az amerikai 5. légifelderítő ezred kezdte meg a terület feltérképezését, és 1944. áprilisában kezdődött meg az első igazán nagyméretű hadművelet, amit a Royal Air Force 205. bombázó ezredbe kezdett meg. Ez volt az úgynevezett Gardening hadművelet, aminek következtében a dunai hajózási útvonalat tulajdonképpen alákmásították. 1941. június közepétől elkezdődött az idézőjeles olajháború, itt az almásvízítő és az a szőnyi olajfinomítókat érte nagyméretű bombázás, ami egyébként a háború végéig kitartott. Csak szemléltetve, hogy milyen károk keletkeztek, az olajfinomítót 7-szer, a szőnyi pedig 5-szer érte nagyobb bombázás, plusz a kisebb bombázások. Fizikőre összesen 693 tonna bomba esett, melynek 21 halott lett, szőnyi pedig összesen 705 tonna bomba érte, így 12 halott lett. A másik fő iránya a bombázásoknak a Komárom városának a tervszerű bombázása volt. Ez 1944. októberétől kezdődött, az amerikai 15. légihadsereg kötelékei hajtották végre, és folytatta ezt 45. januárjától a második ukrán front 5. légihadserege. Ezek következtében Komárom a magyar városok háborús károsodási rangsorának 12. helyet foglalja el. Megpróbáljuk rekonstruálni azt, hogy kik, mikor használhatták ezt az eszközt. Egy fontos forrás, én kiemelnék, ez Kállai Ödön szőnyi jegyzőnek a háborús naplója, ami az 1945-ös eseményeket dolgozza fel. Ez egyébként a Komáromi Katkagyai Múzeum kiadásában meg is jelent. Kállai a naplójában többször említ flak ütegeket, vagy flak
eszközök használatát. Itt mondjuk a másodikatnak az elejét olvasnám fel. Pár elcsúszott bomba Béla pusztára és Pottyan, Boldog asszony döglődött, és a mocsai falu véget pedig direktben bombázták az ott lévő lakbüteget miatt. Kálmán időn alapvetően civil volt, tudott németül, de nem rendelkezett megfelelő katonai terminológiával, ugyanis tudjuk azt, hogy itt a Szőnyt, illetve Komáromot védő légvédelmi integrálásokban, az által említett helyszíneken is, tehát Boldogasszony, vagy mondjuk Döglő pusztán, nem flakütegek állomásoztak, hanem 40 mm-es sírgyármányú Bofors légvédelmi ágyuk. Ilyen ütegállásban, Döglő pusztán például Monte Cuccoli Alfred is szolgált, aki a Szőnyi grófi családnak a tagja volt. Őt egyébként a szovjetek itt is lőtték le. A jobb oldali képen pedig a monostori erő tetején állomásozó, szintén tüzelőállásban lévő Bofors légvédelmi ágyú látható, háttérben pedig a vasútiddal. Ezeket a lövegeket alapvetően magyar légvédelmi tüzérek használták. A FLAK 38-as légvédelmi gépágyút magyar alegységek nem használták, a magyar királyi honvédségnél nem volt rendszeresítve, illetve néhány darab számban, főleg hajókra szerelve használták, de nem ez volt az elterjedt. Tehát itt Komáromban valószínűleg német csapatok használták ezt az eszközt. Érsek János rajzát azért hoztam, hogy szemléltessem azt, hogy 1944-es ez a rajz. Dél-Komárom területén ekkor kolcsapódtak be bombák, ő szépen bejelölte. A fő célpontok ekkor a híd és a rendező pályaudvar voltak. Egyes esetekben, mikor mondjuk az északkeleti szél felerősödött, a bombákat és a becsapódás helyszínét délkeleti irányba eltolta, ezért a város direktbe kapta így a támadást. Az említett helyszín, a Gyár utca, ahol a FLAK 38-as légvédelmi gépágyú is előkerült, az itt van. Tehát valószínűleg nem ekkor kaphatott találatot. A következő képet egy orosz oldalról sikerült letölteni, ez 1945. március 26-ai bombázást ábrázolja, ami a helyszínhez, a helyszín az ugyanaz, a becsapódások helyszíne, és érdekességképpen meg lehet nézni, hogy az a sok kis pont, azok mind bombatöltsék, tehát ekkorra a város már elég betemes mennyiségű bombát kapott. A rendező pályaudvar a keleti részen volt. Itt tulajdonképpen a német csapatoknak volt a kiszállási helye, a Konrad hadműveletet is. 1945. január 1-én innen indították meg, és a német páncélos alakulatokat is itt pakolták ki. Viszont a Komárom tehepályaukban is kapott azért találatokat rendesen, az alábbi képek ezt mutatják, és akkor ide visszamennék, hogy most viszont már itt vagyunk, a Gyár utca pedig itt van a déli pályaukbarhoz közel, tehát elképzelhető, hogy egy bombatámadás következtében kaphatott találatot. Viszont ezt a képet azért akartam ide berakni, mert egy bombatámadásnak látjuk a következményeit, mondjuk egy ilyen bombatöltsér. A légvédelmi gépágyú viszont egyszerűen csak lerobbant a tartószerkezettől, tehát feltételezhetően nem légitámadás közben
semmisült meg, hanem 1945 legvégén a nem feltétlenül jó a megnevezés, az a mai Imámi út, ekkor Mussolini út, nem feltétlenül légibombázás közben kaphatott találatot, hisz itt a városi harcok során német gyalogos és páncélos alakulatok védték Komáromot, akik használták ezt az eszközt. És szemléltet, és éppen ezen a képen lehet látni, hogy mennyi törmelék és idézőjelen szemét van az utakon. A háború során, illetve közvetlenül utána is, először is munkaszolgálatosok, majd pedig a helyi lakosság az, amelyik folyamatosan tüntette a törmeléket az utakról. A gyárutcában is valószínűleg egyszerűbb volt valahogyan gyorsan eltüntetni ezt az eszközt, mint elszállítani. És akkor köszönöm szépen a figyelmet!